Jöttem volna felvételizni, akkor nekem elég homályos elképzeléseim voltak erről, tehát az, hogy fizikai színház, az nem igazán tudtam, hogy kinek mit jelent. Pina Bausnak a darabjait már előtte ismertem, és akkor én azt gondoltam, hogy az szerintem fizikai színház. De azt gondoltam, hogy a képzésem biztos olyasmi fog történni, hogy sokat táncolunk, meg sokat fogunk foglalkozni a testünkkel, meg sokat fogunk komponálni testekkel. Első évben tulajdonképpen azonnal rengetegféle mozgásóránk volt. Volt tai chi, aikido, jóga, táncmesterség nevű tantárgya, az is egyfajta mozgás. Ez mondjuk mindenképpen eltér a prózai rendezőknek a képzésétől mindenképpen, de a színészekétől is. Volt egy nagyon nagy ilyen bizonytalanság az 5 év alatt. A harmadik évnek a végén volt egy olyan pont, amikor azt gondoltam, hogy nem igazán találom a helyem, és nem tudom, hogy mit szeretnék csinálni, és miért csinálom, amit csinálok, és akkor ismerősökön keresztül a kezembe került egy DVD, amin egy hajléktalan szálon működő színjátszó csapatnak a filmje volt, vagyis az őket bemutató dokumentumfilm, és akkor valamiért azt gondoltam, hogy nagyon jó lenne valami olyasmit csinálni, ami a házon kívül történik. Tehát az egyetemnek az 5 éve, azért főleg az első 3 év, az nagyon zárt. És nagyon szerettem volna valami mást, másik helyen, másik fajta emberekkel, amiben akkor éppen tudok hinni, és akkor így kerültem oda. Az építés során csak levegőt használtunk, ami 100 körülbelül, így szerintem ennek elégnek kell lennie egy két emeletes légvárban építéséhez. Szólaltatni civil embereket úgy. Nyilvánvalóan nem gondolom, hogy ő ugyanazt tudja, mint egy színész, és nem is várok semmi olyasmit tőle, amit egy színésztől várok, hanem a saját magához való, vagy saját magához képest a legtöbbet, amit magából meg tud mutatni, azt nagyon szívesen teszem láthatóvá mások számára. És ez szerintem tud érdekes lenni. A kis lénynek, amit megcsináltunk, annak te vagy a testvérem, és ez a hangja. És ez tök jó így, hogy van. Hát azt még nem tudom, hogy miért csinálok színházat, vagy nagyon elsőkörös válaszom van rá, valószínűleg azért, mert nem tudok mást csinálni, vagy hogy nem tudok nem csinálni színházat. Nekem nagyon fontos, mint kifejező eszköz. Ha kezdjük is el, azért a látható irodány legújabb tervének a makett változata, amit én készítettem. Én is tudom, hogy 30 éve citrom fagyult nekem. De azért mégiscsak igazságtalannak tartom, hogy a férjem képtelen volt megállnom meg. Ha nekem sikerült, már pedig sikerült, akkor ő is igyekezhetett volna egy kicsit jobban, szerintem. Kiváló lehetőség arra, hogy az élet, tehát hogy a körülöttünk lévő világot leképezzük valamilyen módon. És esetleg, hogyha nagyító alá helyezünk bizonyos képeket, akkor fel tudunk mutatni, vagy egyszerűen érdekes jelenségeket, amik a társadalomban vagy akár hogyan léteznek, vagy akár a társadalmi igazságtalanságokat. De semmiképpen nem szeretnék egy ilyen szociális harcos pózában tetszelegni. Alapvetően van egyfajta érdeklődésem ez iránt. Keresgélem azt az utat, hogy a
saját önálló elképzeléseimet egyelőre struktúrán kívül, vagy függetlenként, de a függetlenekhez képest is függetlenként hogyan tudom véghez vinni, de nem zárkózom el semmilyen. Valószínűleg nem az első évben fog kiderülni, hogy mi lesz az emberrel az iskola után. Biztos, hogy vegyesek az esélyek, én azt gondolom, hogy most pont egy olyan helyzet van, amikor így azt tudod elérni, tehát amit magadnak megcsinálsz és megteremtesz. Én nem hiszek abban, hogy fix helye van mindenkinek, és hogyha egyszer oda berakta magát, akkor ott is marad, hanem azt gondolom, hogyha valaki kíváncsi, és a kíváncsiság és a tudásvágy motiválja őt, akkor az ő helye és helyzete folyamatosan mozog.